Sátorolja új helynagy beruházásaiban a Sárospataki építő- és szerelőipari ZRT is közreműködött kivitelezőként. A cég végezte el a városháza felújításának munkáit 105 millió forintos bekerülési költséggel. A munkák során felújításra került az épület teljes homlokzata, ez mintegy 5000 négyzetméter tesz ki. A járulékos munkákkal, gondolok itt részben nyirázárok cseréjére, javítására, részben műemléki restaurációs munkákra, valamint a tetőhéjazat felújításra került 2200 négyzetméterre. Mindezt a város önkormányzatának megrendelésére végezte el a vállalkozás, akár csak a Magashegyen elvégzett munkákat. A Magashegyi Szabadidő Sportcentrum munkái során mintegy 270 millió forint értékben viteleztük ki a kilátóépítését, a 40 méter magas kilátóépítését, a közel 600 négyzetméter alapterületű központi épület építését, a Boppája indító és fogadó épület építését, egy kalandpark és egy tanösvény készült el ezen beruházás keretében az Épszer és az Igment Kft. Közös konzorciumban végzett munkája során. A cég vezetője elmondta, hogy ez a két munka jelentős volumen tett ki a cég elmúlt éves árbevételében. Az árbevételünknek 30%-át is meghaladó volt. Ez kihatással volt a foglalkoztatásra, a munkaerő megtartására. A mai szűkös piaci körülmények között ez fontos volt ahhoz, hogy az elmúlt év során részben megtartani tudtuk a mintegy 110 fős létszámunkat, részben bizonyos értelemben néhány fővel növelni is. Leskó István hozzátette, hogy az sem volt utolsó szempont a kivitelezés során, hogy mindvégig megfelelően teljesítette az önkormányzat a kifizetéseket. Az önkormányzat és az Épszer közötti kapcsolat a kivitelezések során megfelelő volt. Az önkormányzat szakembereivel együtt dolgoztunk mind a két kivitelezésnél. Szeretném viszont kihangsúlyozni azt a nem elhanyagolható momentumot, hogy a számláink kiegyenlítése az minden esetben pontosan határidőre megtörtént. Sajnos ez nem mindig van így, elég gyakran csúsznak a kifizetések, de ebben az esetben mindig határidőre kivitelezésre kerültek a számlák, ezt együtt köszönöm is.